A következő kísérletünkben akármilyen lehetetlennek tűnik is, de köveket fogunk úsztatni, illetve megpróbáljuk. Ehhez három vulkáni kőzetet veszünk segítségül, bazaltot, andazitet, illetve horzsakövet. Egy üvegkádban fogjuk ezt az úszást tesztet modellezni. Most megnézzük, hogy mi is, amit tapasztaltunk. A horzsakő, az láthattuk, hogy lebeg a víz tetején, ehhez egy picit meg is mozgattuk. A másik kettő vulkáni kőzet, az viszont láthattuk, hogy elmerült, mind az andezit, mind pedig a bazalt. A jobb szemléltetés érdekében az andezitből és a bazaltból kisebb darabokat, a horzsakőből pedig egy minél nagyobb darabot vettünk. Ennek a lebegésnek az oka az lesz, hogy a horzsakő, miközben szilárdul megfele, a különböző vulkáni gázok távoznak a belsejéből, és így egy ilyen lyukacsos szerkezet jön létre, ami levegővel van tele. És amíg ezek a pórusok nem telítődnek vízzel, addig lebegni fog a víz felszínén.